Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Dránovics Kilián Barbara vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Törvényi változás és biztonság a termelőknek. A szakállamtitkár tartott előadást Pécsen. Állandó változások, kihívások a termelésben. Közös megoldásokat javasol a MAGOSZ elnöke. Agrár Széchenyi kártya a gazdáknak. Olcsó forrással segítik a termelőket. Megemlékezés a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. 15 milliárdos beruházás a területen, mely 1700 katonanyuk helye. Törvényi változással biztosítják a termelők anyagi hátterét. Erről is beszélt a Baranyai Agrárnapon a szakállamtitkár. Feldman Zsolt beszélt még a klímaváltozás miatt szükséges intézkedések, szakmai összefogás szükségességéről. Kiemelte az öntözés és a megváltozó termelési körülmények fontosságát. A Baranyai Agrárnapnak adott otthont az egyetem borbirtok a pénteken. A szakmai napon az ágazatért felelős államtitkár is részt vett. Feldman Zsolt a termelőket érintő legújabb intézkedésről is tájékoztatta a résztvevőket. Elfogadott az országgyűlés egy olyan termelővédelmi csomagot, amely lényegében annak a jogi garanciáját fogja jelenteni, hogy 2025. január 1-től egy mezőgazdasági termelő számára az általa megtermelt áru termény ellenértékét a felvásárlónak, kereskedőnek, feldolgozónak 30 napon belül kötelező lesz kifizetni. Ez bizony nagyon komoly segítséget tud jelenteni akkor, amikor a likviditásban a pénzügyi eszközöknek a biztosításában gyors forrásra van szükség, tehát ebben a termelők egy új, nagyon komoly segítséget kapnak. A mezőgazdasági támogatásokról is beszélt az államtitkár. Kiemelte a jövő évtől életbe lépő változásokat. Egy új agrárkörnyezet gazdálkodási program indul, szintén 2025. január 1-jét, aminek a szakmai előkészítése megkezdődött, és azzal számolunk, hogy az a most 1,2 millió hektárnyi terület, amely ebben az agrárkörnyezet gazdálkodási támogatási programban szerepel, ez bizony futni fog és részt kíván venni azzal a 20 000 termelővel a következő időszakban is. Éppen ezért ezzel kapcsolatos információk és tudnivalók valamennyi számára rendkívül fontosak. Az államtitkár kiemelte a klímaváltozáshoz köthető információkat, amik szintén fontosak a szakma számára. Az idei aszály jelentős károkat okozott. Már most augusztus végével újfent 300 000 hektár területen jelentettek be a 3,7 millió kárenyhítési rendszerben lévő területből aszálykárt, és amelynek 80%-a egyébként napraforgó, vagy inkább kukorica. Mindenképpen nagyon fontos, hogy termelőink számára minél több olyan tudást vagy információt tudjunk biztosítani, amely abban nyújt segítséget, hogy mit tud egyáltalán tenni ennek érdekében. Mi adunk öntözésfelszíni támogatást, de nem mindenhol, különösen mondjuk itt Baranyában nem mindenhol érhető el felszíni vagy felszíni vízkészlet. Így beszélni kell a szárazságtűrő fajták bevezetéséről, a művelési körülmények megváltozásáról is, mondta Feldman Zsolt. A szakmai napot éppen ezért szervezték meg idén már második alkalommal, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara baranyai elnöke. A mai nap az már tavaly évben indult, tavaly döntött el a kerekasztal, hogy egy ilyen baranyai agrárnapot fog szervezni, mivel Szentlőrincen tudjuk, hogy minden évben megrendezésre került, mindig voltak szakmai rendezvények, sajnos ez kimarad. Az idén is mezőgazdasági gépshow volt, én is jelen voltam, nagyon jó volt, sokan voltak, de mégis a szakmát valahol képviselni kell. És a kerekasztal, a baranyai kerekasztal elhatározta, hogy minden évben tart egy ilyen szakmai napot. Tavalyi év is nagyon jól sikerült, reméljük az idei is nagyon jól fog sikerülni. A délelőtt előadásokkal, pódiumbeszélgetéssel telt, majd délután kötetlen beszélgetés várta a résztvevőket. Ezeken a baranyai és az országos helyzetről kaptak információkat, amelyek jelentek. Állandóan változó körülmények, feltételek között kell teljesíteniük az agráriumban dolgozóknak. Ezért olyan közös megoldásokra van szükség, amelyeket a szakma dolgoz ki, mondta a parlament alelnöke, a MAGOSZ elnöke Pécsett. Jakab István kiemelte, hogy továbbra is számíthatnak a gazdák a kormányzat támogatására. Állandó változásban, állandó fenyegetettségben kell termelniük a magyar gazdáknak, ez jellemző ezekben az években a hazai mezőgazdaságra, mondta a parlament alelnöke, a MAGOSZ elnöke. Jakab István, mint az esemény fővédnöke vett részt a Baranyai Agrárnapon Pécsett. A szomszédunkban háborúdul, az a kereskedelmünket alapjaiban meghatározza áratra nagyon durván hat. Két évvel ezelőtt szenvedtünk el egy hatalmas aszályt, 1000 milliárd, most már túl vagyunk az 500 milliárd veszteségen ebben az esztendőben. Azt gondolom, hogy a klíma erősen megváltozott,
meg kell találnunk az új megoldásokat, meg kell találnunk azt, hogy végre egyeztetett álláspont alapján, egy egységes nemzeti stratégia alapján mindenki álljon úgy a problémákhoz, hogy közösen tudjuk megoldani, közösen találjuk meg a megoldást. Jakab István azt mondta, a gazdák megkapják a nekik járó támogatásokat. A kormányzat továbbra is biztosítja az ágazat igényeihez az anyagi támogatást. Ezen kívül szakmai segítséget vehetnek igénybe ügyeik intézéséhez. A források abszolút mértékben az igényekhez igazodóan biztosítva vannak. A kormány a 80%-os nemzeti kiegészítést biztosította, ebből egyetlen fillért el nem vontak, tehát gyakorlatilag forrás rendelkezésre áll. Az ígért pályázatok már lényegesen nagyobb mértékben kerültek meghirdetésre, mint amit azt jelezték az adott határidőre. Tehát a pályázatok kiírása kerültek nagy részt, időarányosan nagyon rendben vagyunk, ugyanakkor forrás van, a bankok készen állnak, és azt is meg kell említsem, hogy a falugazdás szaktanácsadó hálózat pedig mindenben áll a gazdák rendelkezésére. Az elnök elmondta még, hogy a növénytermesztés mellett az állattenyésztésben is figyelembe kell venni a klímaváltozást. Így ma már a téli fűtés helyett a nyári hűtés kérdése került középpontba, hiszen a fellépő hősokkok az állattartásban szintén gondot okoznak. Rövid híreink következnek. A kormány a csütörtöki magyar közlönyben megjelent egyik határozatával a következő évekre forrást biztosít a mohácsi Új-Dunahíd beruházására. A határozat értelmében a kormány egyetért a mohácsi Dunahíd és kapcsolódó úthálózat építése projekt megvalósításával. A határozat második pontja kimondja, hogy ez a beruházás felmentést kap a beruházási stopp alól, azzal a kitétellel, hogy a beruházás megvalósítása érdekében megkötésre kerülő vállalkozási szerződés hatályba léptetése úgy történjen meg, hogy azzal kapcsolatos teljesítés csak a 2025-i évtől kezdődően merülhet fel. A határozat szerint a beruházásra a 2024-2031 közötti évekre vonatkozóan a kötelezettségvállalás mértékét összesen 389,3 milliárd forintban szabta meg a kormány. A korábbi kérés szerint a nyertesnek összesen 50 hónapja van a beruházás megvalósítására. Szeptember 2-ától változik a pécsi buszok menetrendje, a Tükebusz ZRT hétfőtől több járatot indít. Újra közlekednek az iskolai és a gyors járatok is. Az őszi menetrend az oktatási intézményekben kezdődő nevelési munkához igazodva szeptember 2-án hétfőn kezdődik, és tervezetten június 20-áig tart. A jövő héten induló menetrend célja a stabil, kiszámítható és pontos autóbusz közlekedési szolgáltatás Pécs közigazgatási területén, valamint a nyári időszakhoz képest megnövekedő utazási igények kiszolgálása. A társaság arra kéri utasait, hogy a szeptember 2-ától érvényes menetrenddel kapcsolatban előzetesen feltétlenül tájékozódjanak a járatok új indulási időpontjáról, amely megkönnyíti a munkába és iskolába történő időbeni eljutást. Már 13 éve működik az Agrár Széchenyi Kártya program. Ez idő alatt Baranyában is sok hitelt helyeztek ki, mondták a Baranyai Agrárnapon. A kamat támogatott lehetőség a legkedvezőbb és tervezhető a törlesztése. A lebonyolító Kavosz ZRT folyamatosan figyeli a vállalkozások jelzéseit, így alakítva az igényeikhez a támogatást. Már 13 éve működik az Agrár Széchenyi Kártya. Ez idő alatt jelentős összeggel segítették az ágazatban működő vállalkozásokat, mondja a hitelprogramot működtető Kavusz ZRT vezetője. Közel 1300 milliárd forint került ki eddig csak a Széchenyi Kártya agrár verziójában az agrárvállalkozásokhoz. És az agráriumot ne úgy értsük, hogy a nagy mezőgazdasági feldolgozók, hanem értsük az őstermelőket, értsük benne a családi vállalkozásokat, értsük benne az egész a napló, az öcséket, mindenkit értsünk bele, aki ebben érintett. Élelmiszer feldolgozásra egészen a termelő növénytermesztés, állattenyésztés, hal, vadgazdálkodás. Baranyában is sokan éltek a lehetőséggel, így a vármegyébe is jelentős összeg érkezett a kedvezményes hitelfelvételi lehetőségből. Több mint 60 milliárd, ez 3200-3300 gazdát jelent, ment ki
az idők során, és csak a, ha csak az idei évet nézem, már most is több mint 200 hitelt bocsájtottunk ki, és az erre kibocsájtott mennyiség szerintem mindenképpen igazolja azt, hogy a szükség megvan rá. Ugye csapataink azon egyeztetnek most éppen, hogy az újabb vasszályhelyzet, ami most sajnos beütött az országba újra, hogy arra vonatkozólag esetleg nézzük meg, hogy van-e valami a kárenyhítő programokon kívül, van-e egyéb lehetőség. Krizsán László elmondta, hogy az állami kamattámogatási rendszernek köszönhetően ők tudják nyújtani a legolcsóbb pénzforrást a vállalkozásoknak. Így hosszú távon is kiszámítható fix visszafizetési feltételekkel tudnak kalkulálni a gazdálkodók. Ja, azért a múlt évben az inflációs környezet, illetve a nagyon magas kamatoknál azért 25-26%-os kamatok azért az a betonfal kategória, és ehhez képest 5%-os hitelkamat volt és van a mai napig is. Én azért azt gondolom, hogy fix kamattal, 10 éves fix kamattal a kiszámíthatóság és a fixhez való lehetőség az egy óriási segítség egy gazda számára, hiszen tudja, hogy ha ma fölvesz egy hitelt, akkor az 2034 végén is ugyanazon a törlesztő részlettel fog visszafizetődni. A vezérigazgató elmondta még, hogy társaságok alapvető célja a lehető legtöbb banki módszerekkel nem vagy nem megfelelően finanszírozott hazai mikro- és kisvállalkozás hitelhez jutásának javítása. Ez igaz az Agrár Széchenyi Kártya programra is, ezért mindig nyitottak az ágazatban dolgozók javaslataira, amik alapján újabb lehetőségeket dolgozhatnak ki a tevékenységük finanszírozásának segítésére. 498 éve augusztus 29-én zajlott a végzetes Mohácsi csata. Az 500. évforduló közelettén kiemelt figyelmet kap az idei megemlékezés és koszorúzás a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. A helyszínen régészeti feltárásokat végeznek, a park területe 1700 katona végső nyughelye. A helyszínen 15 milliárdos fejlesztés zajlik, a megemlékezést csütörtökön tartották. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megemlékezést tartottak a tragikus kimenetelű Mohácsi csata áldozatairól. Varga Szabolcs történész a következő szavakkal nyitotta meg a megemlékezést. 1976. augusztus 29-én elhangzott ezen a helyen az első beszéd. Az újabb és újabb évfordulók egyre nagyobb terhet róttak a felkért szónokokra, hogy vajon mit is lehet még elmondani a Mohácsi csata hőseire, emlékezve, ami nem fog rosszul öregedni, ami képes hálót fonni az 500 éve itt küzdők és a kései emlékezők között. Két évvel a Mohácsi csata 500. évfordulója előtt Hargita János miniszteri biztost, országgyűlési képviselő az emlékezés helyszínén az évforduló egyik legnemesebb és legfontosabb célkitűzéséről beszélt. Azokat a hőseket, akik ezekbe a tömegsírokba el vannak hantolva, és ugye ebből két tömegsírt már fel is tártak a hozzáértők, nyilvánvalóan a feltárás eredményei még nincsenek meg teljes egészében, de meg lesz. Tehát a dolog lényege, hogy ezeket a hősöket végre méltó módon eltemessük itt az emlékhelyen. A további itt történő fejlesztés, sok milliárdos beruházás, ennek pedig óriási jelentősége, tette hozzá miniszteri biztos. Ez önmagában, amiről beszélek, csak itt az emlékhelyen, egy 15 milliárdos fejlesztés, amit meg kell csinálnunk, és mondta, hogy már csak két év van hátra. Tehát a másik, ami eszembe jut, az már is az időzavar, mert nyilvánvalóan miniszteri biztosként addig, ameddig nem látok munkagépeket ezen a területen, akik már dolgoznak, és a végeredményt formálják, hát addig én csak tovább őszülök, nyilvánvalóan addig is, vagy utána is, de én ezt minél előbb látni szeretném, és persze Mohács 500-nak vannak még más beruházásai, céljai, amit meg kell valósítanunk, és ezeknek nagy részét szintén más helyszíneken a csata évfordulóra, tehát van előttünk feladat rengeteg. A Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság területéhez tartozik az emlékhely. Fontos szerepet töltenek be az ásatások, feltárások alkalmával. Závodszky Szabolcs, a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság igazgatója, az emlékezés mellett a jövőt is felvázolta.
az idei évnek az aktualitását adja az, hogy a befejeződött a négyes számú tömegsírnak a feltárása, és ott már az antropológiai kutatások folynak a Szegedi Tudományegyetemen, és hát reményeink szerint jövő év elején megkezdjük egy új látogatóközpont és egy kápolna építését itt az emlékeken, hogy két év múlva az 500. évfordulóra egy megújult helyszínnel tudjuk fogadni az ide látogatókat, illetve a tömegsírból kikerülő egyének is méltó nyughelyet kaphassanak a kápolnának az altemplomában. A megemlékezés zárásaként a kegyelet koszorúit is elhelyezték a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Konkoly Zsófia aranyérmet szerzett csütörtökön 400 méteres gyorsúszásban, az S9-es kategóriában a Párizsi Paralimpián. Ez a magyar küldöttség első dobogós helyezése a francia fővárosban. A 22 éves pécsi versenyző délelőtt megnyerte előfutamát, és a második legjobb idővel jutott az esti döntőbe, amelyben parádésan versenyzett. A harmadik paralimpiáján szereplő 100 méter pillangón címvédő Konkoly még 100 háton és 100 pillangón, valamint 200 vegyesen indul Párizsban. A szigetvári rendőrkapitányság lopás elkövetése miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen. A rendelkezésre álló adatok alapján a kamera felvételen látható férfi augusztus 23-án 12 óra 15 perc és 12 óra 25 perc között Szigetváron az Istvánfi utcában lévő piac területén az egyik kiszolgáló pultról elemelte egy táskát a benne lévő iratokkal és pénzzel együtt. Miután a pénzt kivette, a táskát egy lépcsőre tette. A szigetvári rendőrkapitányság kéri, hogy aki a videón látható férfit felismeri, jelentkezzen az ismert elérhetőségeken. A Pécs-Nagykanizsa vonalon augusztus 31-től október 30-áig Szigetvár és Szentlőrinc között komplex pályakarbantartás keretében sín- és betonajcserét, kavicságyazatcserét és a közlekedésre veszélyes elkorhat fák kivágását, valamint több útátjáró építését végzik, ezért módosul a menetrend. Szigetvár és Szentlőrinc között pótlóbuszok közlekednek a személyvonatok és a Pannónia interrégiók helyett is. A Pécs és Szentlőrinc, illetve Szigetvár és Nagykanizsa néhány esetben, Nagykanizsa és Szombathely között is módosul a vonatok menetrendje. A régió híreivel folytatjuk. 53 gyerek kapott tanszerekkel teli hátizsákot Kaposváron. Idén negyedik alkalommal szervezte meg a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány adománygyűjtő és osztó kampányát. Ebben országszerte 1000 család iskolakezdését támogatták. A tanszerátadó ünnepségen Szita Károly, Kaposvár polgármestere kiemelte, abban hisz, hogy az oktatás a jövő építésének egyik legfontosabb alapköve. Zoya izgatottan pakolta a kis hátizsákból a tanszereket. A kislány most megy első osztályba, a kezdés pedig nagyon sokba kerül a családnak. Nehéz. Nagyon sokba kerül. A táska, minden. Mert most elsőbe megy, és mindent meg kell neki elvenni. Tornaszusztó kezdve minden. Nem csak Zoé kapott a tanévkezdéshez szükséges tanszercsomagot, Kaposváron összesen 53 rászoruló gyerek örülhetett. A családok többsége már megvásárolt az iskola kezdéshez nélkülözhetetlen eszközöket. Még pár darab ilyen, hogy tol még ilyenek, mert a füzetek már megvannak. Idén negyedik alkalommal szervezte meg a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány adománygyűjtő és osztó kampányát, amelyben országszerte 1000 család iskola kezdését támogatták. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány tanszeradománygyűjtő és osztó kampánya immár 4 éve zajlik. Ebből az elmúlt 2 év során közel 2000 család iskola kezdését támogathatták. Az idei évben 1000 csomaggal készültek, amelyből a Kaposvári Újesség Központunk is részesült. 53 gyermeknek tudtunk ezzel segíteni, 53 csomagot ott tudtunk kiosztani. A tanszerátadó ünnepségen Szita Károly Kaposvár polgármestere kiemelte, abban hisz, hogy az oktatás a jövő építésének egyik legfontosabb alapköve. Jövő legfontosabb alapkövének az oktatást tekintjük, hogyha ott megfelelő alapokat tudunk biztosítani, akkor fel is fog épülni a ház. Ebben hisznek a kaposváriak. Épp ezért önkormányzatunk minden évben, egészen bölcsödétől, de különösen óvodától, egyetemista korig előveszi mindazt, amilyen van, felméri mindazt, amit tenni kell annak érdekében, hogy mindenki megkapja azt a lehetőséget, hogy egyenlő eséllyel
indulhasson, mert a hátrányos helyzetben való kitörés legfontosabb eszköz az oktatás is, anélkül ez nem is lenne lehetséges. És hogyha ebben nem vagyunk egyedüliek, hanem társakat lelünk, ilyenek például a baptisták, a baptista szeretetmisszió, aki segíti a tanévkezdést, segítik még a magyar ökumenikusok, nézhetném az önkormányzaton kívül a többi egyházi támogatást is. Az ember ilyenkor jó érzéssel tölti el, hogy nincs egyedül, amit elkezdtünk, amit közösen csinálunk, az egész biztos, hogy sikerülni fog. A baptista tevékeny szeretett misszió nem csak tanévkezdéskor segít a rászorulóknak. Egyre nyílik az óló a baptista tevékeny szeretett misszió szolgálatában. A legeslegelső ilyen intézmény az úgynevezett újjászi központok megalakulása volt, most mintegy 30 van az országban, szerte az országban. Mint ahol most is vagyunk, itt nappali ellátásban részesülnek pszichiátri, illetve szenvedélybetegek, olyan 100-110, és ilyenből van 30 ugye az országban, és ezen kívül van idős ellátás, van közétkeztetés, óvodák, bölcsödék nyílnak, illetve nevelőszülői hálózat is van. A misszió összesen több mint 15 ezer embernek segít a könnyebb hétköznapokért. A szarvasbőgés időszakába járunk, a Gemenci erdőben ezért részleges erdőlátogatási tilalom lépett érvénybe. Érdemes körültekintően közlekedni, hogy ne érjen minket baleset, mert ilyenkor gyakrabban tévednek az utakra az állatok. Csabai János vadászmestertől tudtuk meg a következő hetekre vonatkozó legfontosabb információkat. Szeptember 1-től kezdődik, és a 20-áig tart, szeptember 20-áig körülbelül eddig van a főbőgési időszak. Ilyenkor vigyázni kell szintén, ugyanúgy, mint az őzeknél, bárhol, tehát nem bárhol, gyakorlatilag az utakon megjelenhetnek hirtelen. Most az időjárás is olyan, hogy a vízért nagy utakat tesznek meg, tehát gyakorlatilag közutakat, a 6-os út, az 56-os út, itt például, ami érintett részünkről, Kesejési út, ahol átmozog a szarvas, mert megy a vízre, erdőből kivált, megy a vízre, és az éjszaka vissza is jön. Így főleg az éjszakai utazások során nagyobb az esély rá, hogy szembe kerülünk az állatokkal. Ez a szarvasbőgés ugye nagyon vártuk már, mint vadászok, vadgazdálkodók, és hát nyilván a természetbarátok is várták ezt az időszakot. Az a kérésem, hogy a területen kint, akik természetbarátok, így mennek hallgatózni, azért olyan helyet választanak, ahol nem zavarják a szarvasokat, hallgatni lehet, megnézni, az már nem olyan egyszerű őket, az csak szerencsével lehetséges, és a vadászatot zavarják. Ilyenkor erdőlátogatási tilalmat is vezetnek be itt a környező területek. Ez az eljárás a Gemenci erdőben is, hogy az átjárók, turisták ne zavarják meg a vadakat. Csabai János elmondta, az asszályos időszak a vadásztársaságok munkáját sem könnyítette meg. Az időjárás nem kedvezett nekünk, sajnos a csapadék nem volt, a vadföldeket nem tudtunk művelni, ahol jó legelőtt biztosítottunk volna nekik, és a vizet is, takarmányt is, rédus takarmányt hordunk ki, dinnyét, almát, és nedves törköt, gyakorlatilag édes törköt, amit a mellékterméként a borászoktól kapunk. A vizet meg rendszeresen, most már 2 hónapja, 3 hónapja hordjuk rendszeresen a területen, itatásképpen, dagonyákban. Kevés a természetes víz, kiszáradtak a források. Nagyjából 3 hétig tart majd a szarvasbőgés, addig is fokozott óvatossággal közlekedjünk, és ne menjünk az állatok közelébe. A napokban is még sokan látogatják a szekszári strandot, hogy lehűtsék magukat a nagy melegben. A fürdőzőknek erre már csak vasárnapig lesz lehetőségük, így érdemes kihasználni az utolsó hétvégét is. A csúszdákból a medencébe csobbannak a szekszárdi fürdőzők, a strandot még a napokban is sokan látogatják. A szezonnak azonban hamarosan vége lesz. Még nagyon jó időt mond az időjárás jelentés, és ez az utolsó hétvége, amit azt gondolom ki kellene használni mindenkinek, hiszen vasárnap este 8 órakor, elsőjén este 8 órakor bezárjuk a fürdőkapuit. Következő szezonban szintén várjuk szeretettel majd a vendégeinket. Az idei évben hatalmas létszámmal jelentek meg, nagyon sokan voltak vidékről és nagy számban Szekszárdról is. Elég színes programmal tudtuk várni a vendégeket, reméljük jövőre hasonlóképpen tudunk találkozni velük.
Aki úszni szeretne, annak ősszel is lesz erre lehetősége. Szeptember 9-én pedig a Pécsi Tudományi Egyetem úszodájában, a Mátyás Király utcában várjuk a mozogni vágyókat, az úszni vágyókat. Délelőttönként az iskolák úszásoktatása, illetve napközben a sportolók edzése zajlik, de az elmúlt évekhez hasonlóan megmaradtak azok az időpontok a vendégeink számára, amik eddig is. Sokan most is családjaikkal jöttek el fürdeni. Tökéletes, nagyon jó, a lehető legjobb a környékben. Nagyon jól érezzük magunkat. Holnap is jövünk. Nagyon jól érezzük magunkat, mi gyakran járunk ide. És hát a gyerekeknek ez egy első osztályú, csak még kint friss a levegő, ugye? Érdemes tehát még a hétvégén kihasználni a jó időt, szombaton és vasárnap a hőmérséklet várhatóan a 35 fokot is megközelítheti. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer, röviden. Törvényi változás és biztonság a termelőknek. A szakállamtitkár tartott előadást Pécsen. Állandó változások, kihívások a termelésben. Közös megoldásokat javasol a MAGOSZ elnöke. Agrár Széchenyi kártya a gazdáknak. Olcsó forrással segítik a termelőket. Megemlékezés a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. 15 milliárdos beruházás a területen, mely 1700 katonanyuk helye. Szombaton napos, száraz időre van kilátás. A kánikulán az északnyugati tájak kivételével több felé élénk északkeleti szél enyhíthet. Hajnalra 15 és 22 fokra csökken a hőmérséklet, délután 31-37 fokig emelkedik. Vasárnap a szombatihoz hasonló napos, száraz időre készülhetünk kevés gomoly felhővel. Délutánra 32 és 37 fokig melegszik a levegő. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!